Azt is csak úgy, kane nélkül, meg idegén, ha nélkül. Erdő színén házikú. Sziasztok, jó reggelt, újra a csatornán, sikerült leraknom Lotti. Lilit nemrég vitte el Zsolti az Aviba, 4:09 van és szerda. És el is mondtam minden információt. Igen, megint eltűntem egy kicsit, viszont hát ennek két oka van. Az egyik az, hogy semmi nem történik velünk mostanában. De tényleg, tehát, hogy Lili oviba megy, én takarítok, főzök, Lottival vagyok, aztán délután hazajön Lili, mostanában nem délután hazahozzuk, aztán Lilivel játszunk, etetek, egyik gyereket, másik gyereket, aztán megint altatok, aztán fürdetés, megint etetés, altatás, szóval tényleg csak egy ilyen monoton anyalét van mostanában. Illetve ehhez azért szorosan kapcsolódik a második része is, hogy miért nincsen annyi videó, mert azért lehet, hogy valakinek érdekes lenne ez a monoton anyalét is, hogy milyen a napi rutinunk, viszont nem szeretném már úgy telibe mutatni a gyerekeket, ahogy eddig. Mostanában azért, akik már régen óta követnek, láthatják Instán is, meg videóban is, hogy nem szerepelnek annyit a gyerekek, mint alapból, meg Instán is, amikor kirakok képet, próbálok olyan képet kirakni, hogy azért ne teljesen a gyerek arca látszódjon, nem szeretnék már ilyeneket, mert nem akarom úgymond rájuk építeni ezt az egész dolgot. Persze nehéz elkülöníteni, hiszen magának a csatornának is az a neve, hogy Család születik, és a csatorna arról szól, hogy milyen az életünk családként gyerekkel, de nem szeretném őket mutogatni, ennyi a lényege itt a dolognak. És hát úgy nehéz videózni, főleg délután, amikor már itthon van Lili, hogy nem mutassam a gyerekeket. Hogyha még meg is tudnám azt oldani, hogy őket nem mutatom, és én mondok valamit, na hát az kb. Egyenlő az esélye a nullával, úgyhogy nem is tudom, hogy most hogy fog összejönni ez a videó, mert vagy Lili belecsacsog, vagy Lottika mostanában rászokott arra, hogy elkezdek beszélni, és ő meg elkezd beszélni. Mármint sikítozni, meg ilyenek. És ha abba hagyom, ő is abba hagyja. Amint megint megszólal a gyerek is, úgyhogy mostában ezt játsza. Úgyhogy kicsit nehéz, de próbálkozom, mert amúgy hiányzik a videózás, nekem ez valamilyen szinten egy kikapcsolódás, hogy a kamerával beszélgetek, és tök egyedül vagyok a lakásban, jelen pillanatban, ugye Lottika alszik, de azért mégiscsak valamiféle kommunikáció ez, amivel ki lehet szakadni ugye a hétköznapokból, attól függetlenül, hogy az ember saját magával beszél, és kicsit skizó a dolog, de hát most ettől próbáljuk meg eltekinteni. Mindjárt főzök egy kávét, mert reggel egy tegnap délutáni kávét ittam, amit tegnap délután főztem, úgyhogy főzök egy friss kávét, már elmosogattam, ma tök főzeléket csinálok és pörköltet ebédre. Kell keresnem egy receptet, egy jó receptet a tök főzelékhez, mert én eddig úgy csináltam a tök főzeléket, hogy magát a gyalult tököt tejben főztem meg, és azt habartam be egy ilyen tejfölös habarással. Na most Lottike ugye nem főzök neki, külön azt teszi, amit mi, viszont ő tejet még nem iszik, tehát még nincs egy éves, meg hát alapból egy másfél-két éves koránál előbb nem szeretnék neki nyers tejet adni, úgyhogy hát keresek valami másik receptet, hogy ki hogy csinálja ezt a tök főzeléket, és akkor az lesz ma az ebéd. Aztán szokás szerint takarítok a mosógépben. 2 napja vannak bent a ruhák, szárító programmal, tehát hogy meg vannak szárítva, 2 napja bent vannak a ruhák a mosógépben, úgyhogy hát valószínűleg vasalnom is kell ma. Egyszerűen nem jutottam el odáig, hogy kivegyem a ruhákat. Mindig, mikor elindultam a fürdő felé, és nem a ruhákat vettem ki, hanem kicsikiáltam a kádat. És tökre elfelejtettem, hogy én valójában nem ezért mentem be, de hát ilyen ez az anyasos, meg szellőztetek, mert nagyon meleg van benne. 24,8 fok van, úgy képzeljétek el. Én nem tudom, mi lesz velünk nyáron, ugye ott a légkondi, meg minden ablakon van redőny, szóval azok valószínűleg le lesznek húzva, úgyhogy nyáron vámpír életmódot fogunk folytatni, de amúgy ezek a redőnyök nem sokat érnek, azt néztük, tehát amikor süt a nap, és le van húzva a redőny, akkor, és oda mész az ablak közébe, érzed, hogy baromi forró. Úgyhogy nézegetjük majd nézzünk ilyen, van ilyen
tudjátok. Nem olyan, mint a redőny, csak mégse. Tehát ilyen hővédő, hőtaszító. Nem tudom, léteznek ilyen valamik tetőablakokra, úgyhogy olyat majd nézünk. Hát, hogyha ezekre nem ismert, itt úgy is megy majd a légkondi, de a szobákba oda kellene, mert hát itt ugye van egy folyosó, és a folyosó végén vannak a szobák, és hát oda nem nagyon fog eljutni a légkondi, úgy értem. Meg nem is szeretném azért én egyfolytában nyomatni, mert ezt már tavaly is mondtam nektek, hogy én utálom ezeket a háttérbúgásokat. Ugye tavaly olyan lakásban voltunk még nyáron, ahol nem volt légkondi, csak ventilátor, de én inkább megfőttem saját levembe, és nem kapcsoltam be a ventilátort, mert ez az alapzúgás nekem pár perc után teljesen kikészít az anyamat, és migrénem lesz tőle. Na, monológ vége, gyorsan kávét hozok, amíg Lottika alszik, ti meg jól tartsatok velem. Tíz óra van, és nemrég kelt Lottika. Úgyhogy én addig nyugodtan megkávéztam, csináltam magamnak egy finom reggelit, és így tök jól el voltam. Nem igaz. De ugye így értek, még nem is reggeliztem. Nem, amíg aludt, addig gyorsan egészségedre pöcek. Gyorsan kitakarítottam a lakást. Nagyon durva amúgy, hogy mióta két gyerekem van, azóta milyen gyorsan tudok sokat takarítani. Tehát ez alatt a picivel több mint másfél óra alatt mindenhol felportoztam, felmostam, még a kanapét is elhúztam. Kitakarítottam a WC-t, összehajtogattam, kipakoltam a mosógépből, azt is összehajtogattam, beraktam egy adag mosást, elmosogattam, rendbe raktam az ebédlő részt, szóval tényleg ki van takarítva, minden, kivéve a fürdőt, mert arra már nem volt időm, de nagyon durva, és nem ilyen tessék-lessék módon, hanem például lemostam a csempét is a WC-be, meg mit tudom én, csak gyors vagyok, ennyi a lényeg. És megiszom még a maradék kávémat, amit természetesen kihűlt. Aztán gyorsan csinálok magamnak valami reggeli, szerintem csak összedobok egy szemvicset, de minek örülsz ennyire, pocak? Annak, hogy tele van a pocak, ugye? Mert már 10 óra izott is egyet gyorsan. Szóval igen, csinálom magamnak kávét, aztán Zsolti mindjárt itthon van. Szia! Gyere! Ugye meg kell csinálni a hajadat is, pocak, mert beledobbani a szemembe. Szóval Zsolti mindjárt itthon van, hoz hagymát, mert nincs itthon hagyma, vagány. És akkor nekiállok majd főzni, utána megy Liliért, elhozza Lilit, és akkor utána délután elvileg megy dolgozni. Minek körülsz annyira? Tudod, hogy mi ennek mindig a vége, amikor ilyen cuki vagy? Pontosan tudod, ugye? Ugye tudod, hogy most megeszlek? Na, hát a reggelim elmarad, ugyanis nincs itthon kenyér. Pont beszélgettünk Zsoltival, hogyha ne adj Isten karantén lesz, és kifosztják a boltokat, vagy azt mondják, hogy bezárnak óvi kiskolák, és kifosztják a boltokat, miért fogunk halni? Úgyhogy le kéne adnom egy Tesco-s rendelést, hogy nem szoktunk, tehát, hogy mikor mi összeköltöztünk Zsoltival, akkor mi Szegeden költöztünk össze, és Szegeden meg hozzászoktunk ahhoz, hogy amikor ünnepnap van, még karácsonykor is találsz nyitva Szegeden boltot. Úgyhogy mi nem szoktunk bevásárolni, maximum egy hétre előre megveszem a főznivalót, de néha olyankor is elfogy itthon a só, és közben el kell menni boltba, szóval tényleg nem szoktunk bevásárolni, mert én úgy gondolom, hogy itt Szegeden felesleges. Most viszont lehet, hogy nem ártana bevásárolni, úgyhogy majd veszek... Mit csinálsz te? Szóval visszatérve, nem ilyen hatalmas mennyiségeket fogok venni, mint amit másoknál így látok a kosárban, hanem mondjuk 2 kiló liszt, 1 kiló só, ez nálunk már több nagy bevásárlásnak számít. Ráadásul nincsen kameránk, úgyhogy nem is igazán tudom hova elpakolni, úgyhogy tényleg nem lesz nagy bevásárlás. Viszont, mivel rohadtul éhes vagyok és nincs itthon kenyér, ezért eszek egy krémtúrót. Zsolti hozta nekem, mert tudja, hogy én ezt a fajtát szeretem, ez a kisteleki vaníliás mazsolás krémtúró. Azért ezt a fajtát szeretem, mindig felmászik Lilinek a székére, és lemászni meg nem tud. Oda nézd csak apa, mit csinál a gyereket? Na szóval, ennek túró állaga van, tehát ez nem olyan teljesen krémes, hanem kicsit darabos, és én ezt a fajtát szeretem. Úgyhogy ennyit a krémtúróról, megeszem,
Aztán Zsolti nem hozott hagymát, úgyhogy nem tudok neki állni főzni. Tényleg szörnyűek vagyunk. Úgyhogy mivel most sem tudok neki állni főzni, ezért csinálok akkor egy Tesco-s bevásárlást, és házhoz rendelek egy kis kaját. Hát, ez a krémtúró, ez brutális volt. Annyira édes volt, hogy konkrétan kaparta a torkomat. Egy ideje nem vettem ezt a fajtát, mert nem mindig lehet kapni, meg nem mindenhol lehet kapni. Csalódott vagyok, mert nagyon-nagyon édes volt. Nem, nézd csak milyen szép lesz a körmöd. Utána majd fölporszívózzuk a köröm cafatjaidat. Nem. Jaj, de szép lesz a Lottikának a körme. Bizony, így legalább nem tudod lemarni anyádnak az arcát. Nem. Csini vagy? Bizonyám. Azért így szana szét szoktam úgy engedni, hogy repkedjenek a köröm darabok, mert alapból nehéz. Nem egy türelmes gyerek, maradj csak! Mindjárt kész, és próbálok sietni, ahol már nem foglalkozok, hogy egy helyre potyogjon a köröm, inkább majd utána összeszedem. Ajajajajajajajaj! Utolsó körömnek az utolsó fele! Nem! Ne veszek egy velem! Azt mondod, hogy de ne várj, Lotti! Tudom, hogy ezt tetted. Sziasztok! Csillám az unikorn és a virágzó varázserdőben lakik a tündérekkel. Szeretné nekik meghálni, hogy ilyen tisztán tartják az erdőt. Kívánjatok valamit, és én valóra váltom, mondja Csillám a tündéreknek. A fűzfa tündér Csillám sörényét fésüli. Szeretnék finom falatokat, mondja. Csillám megmozgatja az orrát, mire egy piknik kosár jelenik meg tele finomságokkal. Következzen Boglárka tündér, akinek pörgős szoknya vágya. Csillám nagyot sóhajt, mire az összes tündérnek csillogó ruhája lesz. Aci! Tüsszentem az unikorn is, ahogy a csillámpag megcsiklandott az orrát. Így tüsszentett, hogy aci! Pipacs tündér szégyellős, odaszállt Csillámhoz és a fülébe sugja a kívánságát. Bárcsak tartanánk egy varázslatos bát. Csillám dalolni kezd. Ragyog, ragyog, kis csillag, bárcsak tudnám, hogy mi van. A végen ragyogodod, te gyémánként tündököz. Ragyog, ragyog, kis csillag, bárcsak tudnám, hogy mi van. Egy pillanat alatt megjelenik a táncparkett. Várjál, lapozunk. A tündérek hajnalig táncolnak és tartoznak. Köszönjük, Csillám! Dalolják boldogan. Varázslatos volt a mai nap, de most már ideje lefeküdni. Nagyon álmos vagyok, szép álmokat nektek! Vége! Még egyszer megnézzük az unikornist? Jó, akkor még egyszer megnézzük. Biztos vagyok benne, hogy kérdezni fogjátok, hogy mi ez a könyv. Ezt mi az Oceanben vettük, ez az unikornis hosszú napja. Itt hátul, itt be lehet dugni az embernek a kezét, és akkor az unikornis tud beszélni. Úgy van, hogy az egyik oldalon van maga a mese, a másik oldalon meg instrukció, hogy mit csináljon Csillám. Nyisd ki Csillám száját, és köszönjetek együtt! Mozgass meg Csillám órát, hogy teljesíthesse a kívánságot. Tüsszents együtt Csillámmal, mintha a te órodat is csiklandozná a csillámpor. Szerintem nagyon-nagyon cuki. Eredetileg Lili vette magának ezt a könyvet, vagy hát ő választotta, de Lottikát sokkal jobban leköti értelemszerűen. És Lottika eddig meg akart tenni a könyveket. Ennek is az lett a vége, hogy elkezdte volna megenni. De ezt legalább végig hallgatja, ezt tetszik neki. Ennek van még kettő másik verziója.
a Jó ét nyuszi és a Szép álmokat Mackó. Ezeket szeretném majd neki megvenni, az egyiket húsvétra, a nyuszisat, a mackósat meg majd szülinapjára. Amúgy 3500 forintba kerül ez a könyv, és hát ahhoz képest, hogy milyen rövid a mese, ahhoz képest drága, viszont nekem megérte, mert a könyv miatt Lottikkal kezdi meg szeretni kicsit a könyveket. Amit még szeretnénk megmutatni, az ez a tea, ezt ugye a múltkori videóban mondtam, hogy Lottika ilyen teát iszik, ez Baby Dreamers, és hát elvileg alma van benne, csipkebogyó, meg répa, meg cékla, és nincs hozzáadott cukor, tehát ez nagyon fontos volt nekem, hogy nem akarok ilyen ízesített teát. Ugye több félének van ilyen por alapú teája, amit csak be kell keverni, de azok mind cukrozottak, és én nem akarok cukrot adni még Lottinak, mert nagyon pici, és szerintem nincs rá szüksége. Lili kap már cukrot, meg Lotti is fog kapni cukrot, de szerintem egy év alatt teljesen felesleges. Hát egy ilyen filtert körülbelül fél liter vízzel szoktam feloldani, és nincs hozzá semmiféle ízesítés, de csak így natur kapja. 13.35 van, Lili már itthon van, és most éppen zongorázik, Lottika meg a forma, amit bedobót eszi. Lényegében nekiálltam főzni, aztán elvágtam az ujjamat, de úgy, hogy nagyon durván beleszaladt a kés az ujjamba, majd egy olyan fél centi mélyen így keresztbe vágtam az ujjamat. Jó sokáig vérzett is, én meg tök hipohonder vagyok, és mert teljesen beképzeltem azt magamnak, hogy úgyis többet fogok válni, mert elvérzek. Jó, azért ennyire durván nem, de esküszöm, hogy megfordult a fejembe. Borzasztó dolog hipohondernek lenni. Nem a fejem fordult meg, hanem megfordult a fejembe a gondolat. Ez azt jelenti, hogy eszembe jutott. Eszembe jutott, azt így is szokták mondani, hogy megfordult a fejembe. Nem a fejem fordult, meg imádom komolyan. Na mindegy, szóval elvettem az ujjamat. Aztán amikor mentem be a fürdőbe, hogy bekötözöm magam, akkor belerúgtam a fürdőkát szélébe, és akkor meg a lábujjamat törtem majdnem szalaszét, és az miatt jajogtam. Ennek örömére felébredt Lotti, úgyhogy most a főzés az el van halasztva, mert hogy Zsolti meg miután hazahozta Lilit, el kellett mennie dolgozni. Úgyhogy vacsorát eszünk. Most mindenki azt teszik, amit talál, és majd vacsorát eszünk. Vagy hát, nem tudom, lehet 10 órai, vagy 10 órai? Mindig keverem a 10 órai, meg az uzsonnát. Szóval lehet, hogy uzsonna lesz belőle, mert hát pökölt, akkor fogok tudni húst vágni, hogyha Lottika alszik. Ja. Ja. Te nem akarsz aludni? Ja. Ne. De jó. Miért nem? Az amiben is ilyenkor szoktatok aludni, nem? Ja. Amúgy ezért is szoktam hazahozni most, mert nem alszik délután az oviban sem, és csak forgolódik, annak meg sem értelme nincsen. Itt vagyok. 16 óra 20:15 van, és én ma még azt a nyomatkrémtúrót ettem, semmi más. Eddig játszottunk, Lottika nemrég aludt el, Lili most iszik egy kakaót, közben kapcsoltam neki egy mesét, mert hogy fel kéne dobjam a kaját, amiből most már tényleg csak vacsora lesz. Viszont a húst már gyorsan összevágtam, úgyhogy most akkor megcsinálom a pörköltet meg a tökfőzeléket hozzá, vagy a tökfőzelékhez a pörköltet, teljesen mindegy. És hát szerintem már nem is eszek, mert ez hamar készül van, és akkor majd eszek ebből. Na, ja. Elfáradtam! Mert most el vagyok fáradva, de gyorsan akkor főzök. 4:11 van. És megfőztem a vacsorát, mindenki evett, aztán átjött Andi, és Lili elkezdte fájlalni a hasát, és hát rosszul is lett, úgyhogy most sikerült beraknunk a szobájába szegényként. 4-szer felkelt álmából, mert nem volt jó. Úgyhogy holnap nem megy oviba. Másfél hétig bírtuk az ovit, aztán most elkapott valami jó kis hányos vírust, reméljük Lottika megúszott. Viszont Andinak is mondtam meg, pont itt volt Andi, és ő is látta, hogy Zsoltival olyan jó kis összeszokott csapat vagyunk, és tehát, hogy
Lili elkezdett rókázni, akkor én mindjárt megfogtam, vittem be ugye a fürdőkádba, levetkőztettem, megfürdettem, rendbe raktam, felöltöztettem, mit tudom én. Zsolti meg szó nélkül ment és hozta a fölmosót, meg a kárpit tisztított, tehát hogy így meg sem beszéltük, hogy ki mit csinálja, hanem már így hány a gyerek, jó, és akkor mindenki felállt és csinálta a dolgát, így tényleg mindegy összeszokott csapat. Úgyhogy... Ja, hát párszor csináltunk még ilyet, mert szerintem az évek során még párszor csinálunk is ilyet. Most adtam neki ilyen elektrolitóadatot, humanás elektrolitóadatot, borzasztó íze van, pár fanálnyit adtam neki, vagy ezért kicsit az elveszített sókat pótoljuk, és most alszik, mert lassan 3-4 órája nem ébredt föl, hogy rosszul van. Úgyhogy remélem most már végig is alussz a szegénykém az éjszakát. Úgy sajnáltam, amikor sírdogált, hogy feltapocakja, mert hát nem igazán tudtam vele mit csinálni. Tehát, hogy olyan rossz látni, amikor szenved a gyerek. Nagyon fáradt vagyok. Megint egy jó kis pörgős nap volt. Ja, ráadásul most lett le a mosógép. Mert hát az első róka munkánál azért sikerült itt mindent elébe hányni a gyereknek, és el kellett indítanom a mosógépet, hogy nem büdösödjön már be reggelre, úgyhogy biztosan nagyon értékelték most ezt így a szomszédok, de nem tudok valami csinálni. Úgyhogy ezt még ki kell teregessem, mert akkor lesz majd, és szerintem le is fekszik aludni, mert tényleg nagyon kimerültem, tehát ez így ez a nap végére, ez a kis róka munka nem jött jól, de ennyit, lezárom a vlogot, és tényleg megfekszek aludni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!